mozgalmas héten vagyunk túl. Ez nem biztos, hogy az én asztalom, hogy erről beszéljek. Nagyon szeretem a Forma 1-et, úgyhogy itt azért egy szó erejéig erre kitérek. Robbant a bomba, Hamilton igazol a Ferrarihoz. Csú! Remélem Hamilton jó autót fog kapni 2025-ben, és lesz egy kemény szezonunk, és végre Max Verstappent valaki megállítja. Igazából Hamiltonnak az igazolása az engem nem különösebben érint, mint Alonso fan. Én mondjuk már elképzeltem, hogy Alonsót leigazolja a Mercedes, és utoljára még egyszer a vérróka neki fut, hogy begyűjtse a harmadik világbajnoki címét. Én nagyon boldog lennék, hogyha ez így beteljesedne, és remélem, hogy rajtam kívül még sok ember van így, de hogyha ezt a harmadik címet az Aston Martinnal fogja megszerezni, hát én nem fogok ezen szomorkodni. Legyen izgalmas 2025, remélem 2024 is már tartogat nekünk meglepetéseket, de nem is ezért jöttem ma. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Elindult ugye a nagy edzés hullám az edzőtermekben, úgyhogy gondoltam, hogy egy újabb dedócikkel készülnék a Hogyan edzél 2024-ben. Tudom, hogy erről készítettem már videót, de ezért emlékeztetőnek szerintem érdemes ezt még egyszer átfutni. A régi videót meghagyom a leírásban, ha esetleg abból vagy a mai videóból valamit kihagynék, akkor azt írjátok meg kommentben. Még egy dolog, mielőtt belevágnék a cikkbe, személyedzésre és online közös munkára még tudtok hozzám jelentkezni, van pár szabad hely, úgyhogy keressetek Instagramon, Fegyverneki Zsénével megtaláltok, és ott a részleteket meg tudjuk beszélni, mindenkit várok szeretettel. Szóval neki akarunk állni edzeni, vagy újra neki akarunk állni edzeni, nézzük meg, hogy mi az, amire figyelni kell. Az első dolog, haladjunk kintről befelé, amikor beérünk az edzőterembe. Tessék már köszönni! Sziasztok! Jó napot! Jó estét, jó reggelt, valamit, tehát, mert lehet, hogy a recepción most éppen nem látnak téged, viszont lehet, hogy mások meg ott ülnek, azokat meg tiszteljük már meg azzal, hogy köszönünk nekik. Ha már odaértél a pulthoz, akkor a recepciósoknak is érdemes oda köszönni, hiszen ezzel jelzed, hogy ott vagy. Mondd el kérlek mesterséget, címerét, szeretnél egy napi egyet, itt a bérletem, szeretnék kérni egy szekrénykulcsot, lejárt a bérletem, szeretném akkor azt fizetni, kérek egy vizet, egy edzés előtt itt, akármi. Tehát csak arra akarok kiukadni, hogy kérni a pultnál szépen is lehet, és ne jósoljatok, mert nem fogják értékelni. Lesz egy pörgető, lesz egy víz, ezeket engedjük el. Ha beléptek az öltözőbe, ott is illik köszönni, hiszen aki benn van az öltözőben, nem tudja, hogy ti bejöttetek, és egyébként ez szerintem alapvető illem. Megtaláltad a szekrényed, tök jó, akkor ne pakoljál szét túlságosan, öltözz át, és utána jön a következő pont, de térjünk ki a ruházatra. Felül nem jöhettek pizsamában, flamelinkben, segbevágós jógagatyában, nem érdekel, de léci, ne gyertek már papucsban. 2024-ben erről még mindig beszélni kell, hogy az edzőteremben nem jövünk be papucsba. Maradjunk annál, hogy a papucs az arra való, hogy itthon slattyogtok benne, vagy esetleg én a penibe átmegyek. A strandon szoktak papucsot hordani igazából, és az edzőterembe pedig tessék már szépen normálisan zárt edzőcipőben, ami tiszta, végezni a dolgotokat. Ha ti a kocsitól a teremig bejöttök az edzőcipőtökben, az már nem váltócipő. Benne van a nevében, hogy ezt ott kell átváltani. És a cipőtök legyen mindig tiszta. Én értem azt, hogy ti ebbe jártok edzeni, de ha nektek az edzés éppen most egy terepfutás, akkor nem biztos, hogy a saras cipőtök az edzőteremmel kompatibilis lesz. Otthon pucoljátok le a cipőt. A póló felőlem lehet akár egy metrós repipóló, engem nem érdekel. Nyugodtan vegyétek föl, ha jól érzitek magatokat benne, de arra viszont kritikusan figyeljetek, hogy ne legyetek olyan büdösek, mint a frissen kitolt kutyaszar, ugyanis az edzőtermekben ez egy rendszeres probléma, hogy az emberek frankon büdösek. Arról van szó, hogy lehet érezni azt, hogy valakinek hónajszaga van. Ezt egyébként tök egyszerűen meg lehet oldani, rendszeres fürdés, a másik pedig dezodornak a használata. Tudom, hogy dedós dolog ezt elmondani, de hogyha el kell, akkor én elmondom. De tegyük föl, hogy illatosak vagytok, cipő tiszta, van nálatok cipő, van nálatok edzős nadrág, mert amúgy mostanában ez is probléma szokott lenni, vannak, akik farmerba bejönnek. Ezt nem egészen értem, hogy amikor rakjátok el a pólót, nem látjátok, hogy nincsen mellette nadrág? Egyszer-egyszer belefér, de valakinél ezt rendszeresen látom. Ha elmentek WC-re, ez megint egy dedós dolog, ha a puskának rövid a csöve,
akkor álljatok közelebb, hogy célba találjatok. De még jobb ötletem van, le is lehet ülni a WC-re, mert a legrosszabb esetben még kapsíztok is egyet. Ha pedig végeztetek a dolgotokkal, akkor a kézmosás nem javasolt, hanem az egy kötelező dolog. Át is öltöztünk, meg volt a taktikai pisi, kézmosás, stb. És benn vagyunk a teremben, és tudjuk is már azt, hogy milyen napot kell edzenünk, mert van edzéstervünk. Még egyszer javaslom, vezessetek edzésnaplót, mert akkor tudjátok abban követni, hogy az adott nap milyen edzés jön, és akkor így legalább nem vagytok elveszve a teremben. Rengetegszer látok olyat, hogy valaki bejön, mit kéne ma edzeni? Nem tudom, ma nincs kedvem ma nagyon válaszni, ma inkább akkor karozok egyet. Ha az edzéstervedben az van, hogy neked ma ilyen és ilyen napot kell megcsinálni, akkor csináld meg. Ha már benne vagy az edzésben, és csinálod szépen a dolgot, tök jó, örülünk. De minden egyes állomáson csak a legszükségesebb mennyiségű időt töltsed, mert lehet, hogy valaki már vár a gépre. Itt most arra próbálok kiukadni, hogy tudom, hogy kényelmesek a gépek meg a padok az edzőteremben, de ne ott nyomkodjátok a telefont. Azért nem tudunk egy eszközt használni, mert valaki éppen ott ül, de semmi más nem csinál, csak nyomkodja a telefonját, vagy ne adj Isten a tabletét. Van olyan ember, aki behozza a tabletét a terembe, és konkrétan nem tudom, hogy ott mit csinál vele. Nyilvánvalóan nem kell sietni fölöslegesen, és nem kell kapkodni. De azért nem a padon ülve kell megírni a bevásárlólistát, és nem a padon ülve kell elolvasni a hétvégi futballrangadónak az összefoglalóját. Ha már az edzésnél tartunk, a higiéniára megint ki kell, hogy térjek. A törölközőnek a használata az a legtöbb helyen nem egy javaslat, hanem egy kötelező dolog. Természetesen, hogyha te letöröd magad után minden egyes alkalommal a padot, akkor szerintem ez nem akkora égbe kiáltó bűn, hogy nincs nálad törölköző, de akkor viszont erre legyél fokozottan figyelmes, hogy a padot azt ne izzadtan hagyjad magad után, mert senkinek nincsen kedve a szaftodban feküdni utána. A következő dolog az edzőteremben, amire érdemes szerintem figyelni, az a rend. Otthon is szereted azt, hogyha rendezett állapotokra érsz haza, mi is szeretjük azt az edzőteremben, hogyha nincsen egy akkora kupleráj, hogy azt nem tudjuk elképzelni. A tárcsákat mindig rakjad vissza a gépre, vagy a súlytartó állványra, az egykezes súlyzókat csak legalább a tálcára tedd vissza, és akkor így egy kisebb-nagyobb rend azért még tartható. És egyébként ez nem egy erős javaslat megint, hanem ez benne van a legtöbb edzőterem házi rendjében, hogy kötelező a rendre figyelni. Most itt az egykezes súlyzókra térek ki főleg, ami nagyon fontos lenne, hogy a súlyokat illik nem dobálni. Én notórius súlydobáló voltam, erről próbálok már leszokni. Az egyik oka az az, hogy úgy érzem, hogy ez egy kicsit tiszteletlen mind az eszközzel, mind a teremmel szemben, hogyha dobálom az eszközt. A másik pedig a fokozott baleset veszélyesség. Ráejthetem a saját lábamra, ráejthetem annak a lábára, aki éppen jön, csak nem látom, mert még nincs a látószögemben. És nem utolsó sorban az edzőteremnek a padlójának sem biztos, hogy jót tesz, hogyha 30-tól 50 kilóig a súlyzókat én dobálom. A kábeles gépeknél pedig szintén próbáljunk arra figyelni, hogy a lehető legkisebb zajjal járjon a gyakorlatnak a befejezése, mert attól nem leszel erősebb, hogyha elengeded ott a súlyt. Viszont cserébe, hogyha ezt kontrollálatlanul teszed, a gép az megránthat téged is, és még nagyobb a sérülés veszély. A rudas gyakorlatoknál, mint például a fekvenyomás, vagy a guggolás, ott is azért figyelni kell arra, hogy ezek balesetveszélyes gyakorlatok, és nagyon könnyen a súly rajtad maradhat, ami viszont megint sérüléshez vezethet, úgyhogy ha nem vagy biztos a dolgodban, annyi csak a tennivalód, hogy megkeresel valakit a teremben, akit ismersz, és azért jobb esetben pár hét hónap után azért már vannak ismerősök a teremben, meg lehet kérni bárkit egyébként, hogy jöjjön oda és segítsen egy kicsit. Vagy ha ezt nem szeretnéd, mert annyira magadba fordulós vagy, akkor tök egyszerű megoldás van, akkor használj kisebb súlyt, vagy ha vannak olyan biztonsági korlátok az edzőteremben, mondjuk a fekpadnál vagy egy guggolóállványnál, akkor azokat állítsd be úgy, hogy azok megvédjenek téged a sérüléstől. A gépeknek a használata, legyen szó kardiógépről vagy bármilyen csigás eszközről, ha nem tudod, hogy hogyan kell használni, inkább kérdezzél meg valakit, egyrészt, mert megint ne sérüljél meg, a másik meg az, hogy akkor a gépet tudod legalább szakszerűen használni, tehát így az időd megint hatékonyan fog eltelni. A másik nagyon fontos dolog az a hidratáltság. Mindig legyen nálad egy üveg víz, lehet sima egyszerű palackos, lehet akár azt is, hogy poharanként jársz a recepcióra. Szerintem a legegyszerűbb megoldás az az, hogyha veszel egy 2.2 literes vagy akár 1.8-as ilyen mézes csuporhoz hasonlító vizesbödönt, amit tudsz venni akár
a Builder webshopon vagy a Biotekusa webáruházban. Megtöltöd vízzel, akár még tölthetsz bele BCA-t is, vagy amit akarsz, egész edzésen ki fog tartani. A következő pont, ami szerintem még megír egy misét, az a zene. Az edzőteremben szokott zene szólni, de ez általában csak a féle háttérzaj, mert a legtöbb ember úgyis hoz magával fülhallgatót, ha nem tetszik az edzőtermi zene, dugd be a fülest és hallgass a saját zenédet. Ha zenét akarsz hallgatni, akkor javaslom a Spotify-t, vagy pedig fizess elő YouTube Premiumra. A YouTube Premium az egyébként egy szolgáltatás, amit a YouTube biztosít, és ilyenkor a videók alatt nem látsz reklámokat, de a másik nagy előnye az, hogy kapsz hozzá egy YouTube Music nevű applikációhoz is hozzáférést, amivel ingyen hallgathatsz zenét, és abba se lesz reklám. Állíts össze egy lejátszási listát, és utána már mehet a menet. Egyébként, hogyha van rá érdeklődés, van rá igény, akkor szívesen megmutatom azt, hogy én milyen zenéket hallgatok, írjátok meg kommentben, hogyha érdekel titeket, és a következő videóban akkor megosztom, hogy milyen lejátszási listával szoktam dolgozni. A következő pont, ami szerintem fontos lehet, az a kamerázás. Ha az edzőteremben ti fel akarjátok venni a gyakorlataitokat, mert az edzőtök szeretné, vagy ti ki akarjátok rakni, hogy az ismerőseitek lássák, hogy most éppen voltatok edzeni, vagy te is esetleg kacérkodsz YouTube csatorna készítésével, tök jó, tökre örülünk, de próbáld meg azért ezt úgy csinálni, ezt már az előző egyik videómban is elmondtam, hogy ne mások kárára ragd le a kamerát. Ha valakit feszélyez esetleg az, hogy ő benne lehet a képben, akkor tedd arrébb a kamerát, kezd újra a felvételt, legalább gyakorod azt, hogy hogyan tudod magad jó szögben fölvenni. Az edzőterem az nem egy stúdió, tehát ha valaki a képedbe is besétál, így jártál, vedd föl még egyszer. Ami viszont megint illem kérdése, az, hogy az edzőteremben próbáljunk meg nem enni. Arra próbálok ezzel célozni, hogy az edzőteremben csokit, műzli szeletet, chipset ne egyetek. Volt már szerencsém ehhez, már pár edzőteremben jártam, hogy ezt lássam, hogy valaki az edzőteremben ilyesmiket majszol. A lényeg az az, hogy olyan étel, ami forgácsolódik, az ne legyen fogyasztva a teremben, ugyanis nagyon nehéz kiszedni a szőnyegből. Tudom, a takarító erre van, de ti sem örülnétek annak, hogyha teszem azt, ti ebben a helyzetben lennétek, hogy nektek a csokifoltot kell kiszedni a szőnyegből. Ha edzés közben kicsit erőlködnöd kell, az ez semmi baj, hiszen azért mész oda, hogy kicsit szenvedjél a vas alatt. De az, hogy végigordibálod az egész edzést, szerintem az megint egy véglet, úgyhogy próbáljuk meg valahova a kettő közé elhelyezni az arany középutat, hogy néha egy-egy hangosabb bazmegolás, vagy esetleg egy hangosabb ordítás kicsúszhat, de azért ne minden egyes gyakorlatnál csináld ezt. Telefonnyomkodásnál már erre érintőlegesen kitértem, de azért most is elmondanám, hogy próbáljunk arra törekedni, hogy ne ítéljük a közösségi életünket, ugyanis ez még mindig egy edzőterem. Lehet persze beszélgetni, váltani egy-két szót, de ne az legyen, hogy az egy órás edzésedből 30-40 perc abból áll, hogy csacsogtok a haverokkal, mert annak az edzésnek megint semmi értelme. Ha többen jöttök le edzeni, az nekem már problémás, nagyon max 3-an legyetek egyszerre egy edzésnapon, mert annyi pihenőidő még úgy helyel közzel szerintem belefér, de inkább szerintem az a jó, hogyha párba jártok. Mondjuk igen, edzőtársat találni manapság nem éppenséggel könnyű, de próbálkozzatok, hát ha sikerül nektek. Még egyszer ismétlem, vezessetek edzésnaplót, ha már van edzéstervetek, ugyanis így hatékonyabban le tudjátok az edzést, mivel tudjátok azt, hogy melyik gyakorlat, melyik után következik, és így a lehető leghatékonyabban tudjátok az időtöket tölteni az edzőteremben, ennek köszönhetően pedig a fejlődés nem fog elmaradni. Nem véletlenül mondjuk, hogy nem csak keményen kell edzeni, de okosan is. Ha már az edzéssel kész vagytok, letusoltatok, nem pisítetek bele a zuhanytálcába, és elhagytátok az edzőtermet, javasolnám, hogy azért az edzőtermen kívüli aktivitásotok is próbálja valamennyire a fejlődéseteket támogatni. Most itt arra gondolok, hogy ha elmentek éjszaka bulizni, akkor utána másnap inkább tartsatok egy pihenőnapot, vagy inkább akkor az esti órákban menjetek el edzeni, feltéve, hogy nem ittátok magatokat másnaposra. Ha másnaposak vagytok, akkor legalább egy, de inkább két nap pihenőt javaslok. Ha mondjuk csak annyi, hogy benn voltatok a városban, ittatok egy-két pohár bort, csak kevés volt az alvás, akkor inkább időzítsétek délutánra az edzést, hogy legyen a testeteknek ideje regenerálódni. Így elkerültek megint azt, hogy a kialvatlanságból eredő dekoncentráltságot azt egy sérülésre váltsátok be az edzőteremben, illetve, hogyha nem vagytok teljesen kipihentek, akkor még annak is fennállhat a veszélye, hogy az edzés teljesítményetek nem lesz olyan, amilyet szeretnétek, éppen ezért nem lesztek elégedettek.
Még egy dolog, ami inkább az edzés előttre vonatkozott volna, ha jöttök edzeni, és előtte kajátok, lehetőleg ne hagymás, tonhalas, brie sajtos valamit egyetek, mert ahogy befögitek föl, ezt mindenki érezni fogja, és ezt megint csak nem szeretjük a teremben. Úgyhogy próbáljátok meg úgy étkezni, hogy az étrendetek az ne hátráltasson mást az edzésben. És végül, de nem utolsó sorban, ha valami kérdésetek van az edzőteremben, akkor keressetek egy személyedzőt, vagy menjetek oda a recepcióhoz és kérdezzetek bátran. Ugyanis, ha arról van szó, ezek az emberek a teremben, mind a személyzet, mind a személyedzők azért vannak, hogy segítsenek nektek. Új gyakorlat, egy új gép, a szakmai stábja az edzőtermeknek direkt erre van, hogyha valamilyen kérdés felmerül, akkor tudjanak válaszolni, és tudják a vendégeket segíteni. Nagyjából ennyi szerintem az, amit 2024-ben érdemes tudni egy edzőteremről. Ha valamit kihagytam volna, akkor azt hagyjátok meg a kommentek között. Most én el kell, hogy köszönjek, mert engem is pont vár a terem, vár rám egy jó vállazás. Ezt a videót majd hamarosan láthatjátok, hogy nekem egy válcentrikus push-edzés hogy épül fel, de addig is ti is járjatok terembe, és tartsátok be az itt elhangzott szabályokat. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!